Már csak egy kis takarítás és teljesen készen áll a városi strand a hűsölni csobbanni vágyók fogadására. A szükséges javításokkal már elkészültek, az élményelemek felülvizsgálata lezajlott, a gépészeti karbantartással is elkészültek a szakemberek. A szezon idén kitolódott, az iskolai szorgalmi időszak hossza miatt hónap közepén nyit a fürdő. Az árak nem változtak. Új elemekkel ezúttal nem készültünk, viszont ezért cserébe az áraink változatlanok maradnak, tehát a tavaly már megszokott és bevezetett egészen megfizethetőnek tartott árainkat használjuk idén is, tehát nem emeltünk ebben az évben árat. Az előrejelzések szerint a hétvégén berobban a nyár, jön a kánikula és a strandidő. Hogy mindenki biztonságosan kikapcsolódhasson, az idei évtől biztonsági őrszolgálat és biztonsági kamerák segítségével felügyelik a rendet. A városi létesítményben minden korosztály megtalálhatja a megfelelő elfoglaltságot. Bízunk benne, hogy mint évek tapasztalatai is mutatják, minden korosztály megtalálja a neki megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Van egy nagy úszómedencénk, ami fokozatosan mélyülő, fölött egy fedés, ami a nagy kánikulákban különösen jól jön egyébként, van egy tanuló medencénk, ami a kisebbeknek való, van egész kicsiknek a pancsoló és a vizes játszótér, és hát mint fő kedvenc elem, ami tényleg minden korosztálynak, családoknak is, az élménymedencénk a Sodró folyosóval, és ugye mögöttünk látható a csúszda. A strand reggel 8 órától este 7-ig tart nyitva. Ha hőségriadót rendelnek el, egy órával tovább este 8 óráig maradhatnak a fürdőzők. Ezen kívül minden nap délután 4 órától kedvezményes áron lehet jegyet váltani.